Sziasztok! A Fit Élet mostani részében a férfiaknak kedvezünk, ugyanis a szakállápolásról beszélgetünk Szilveszter Jánossal. Hadd áruljak el annyi kulisszatitkot, hogy amikor elsőnek találkoztunk, akkor köszönés helyett rögtön megdicsértem a szakálladat, úgyhogy ha valaki, akkor te igazán tudod, hogy mi a szakállápolás titka, áruld el ezt most nekünk. Szerintem egy férfi nem kelhet fel reggel úgy, hogy ne mosná meg, ne szárítaná ki, ne ápolná megfelelő szerekkel úgy a szakállát, hogy az egész nap tisztán és ápoltan nézzen ki. Tehát akkor minden nap szükséges mosni ugyanúgy, mint akár egy rövid férfi hajat? Természetesen, sőt szerintem a szakállat sokkal fontosabb, akár napi többször megmosni, napi többször tisztán tartani, hogy azért étkezünk, óhatatlanul is belelóg az ételbe, vagy ugye az ember a bajszával felvesz némi anyagot. Milyen szakállápoló szerek léteznek? Van szakáll, balzsam, sampon, olaj, vaj, krém és hab. Ezek mind formázásra alkalmasak, vagy vaxok, és külön van bajusz vax is. Hogyan tudja a férfi kiválasztani számára a legmegfelelőbb szakállápoló szert? Szerintem ezt a saját tapasztalat alapján tudja az ember eldönteni. Én alapvetően mindenkinek egy szakáll sampont szoktam javasolni kezdésnek, majd egy szakáll balzsamot. Ugye a sampon az megfelelően tudja tisztítani a szakállat. Ugye speciális szennyeződések rakodnak le a szakállon, akár az ételen, akár a por, a kosz. Nem úgy, mint a hajon, ugye sokkal több mindent vesz fel a szakáll. Ezután egy balzsammal, hogyha megvan a megfelelő hossza, utána tudjuk ápolni, hogy a szétnyílt szerkezetét a szakállnak összezárjuk szépen, akár mint a hajnál. Úgy kell elképzelni, mint a háztetőn a cserepeket, hogy a lugos közeg azt szétnyitja, a haj szerkezetét a savas közeg bezárja. És ezek a balzsamok ugye savas bázisúak, ezáltal összezárják a szakállnak a szerkezetét, kevésbé fognak töredezni. Kell-e fésülni mondjuk, hogyha valakinek olyan hosszabb szakálla van, mint mondjuk neked? Természetesen. Nekem ugye minden reggelem úgy néz ki, hogy reggel megmosom szakáll samponnal, balzsammal, és utána külön kefével kiszárítom, hogy az ilyen formát vegyen fel. Hogyha nem szárítanám ki, vagy nem formáznám, akkor úgy néz neki, mint amit felrobbantottak. Többször említetted ezt a kiszárítás szót. Ez ugyanazt jelenti, mint mondjuk nálunk nőknél, hogy szárítóval megszárítjuk, vagy ez egy... Nagyjából igen. Én egyenesre szoktam, vagy formára szoktam szárítani a saját szakállamat. Vannak most már különböző eszközök, kefék. Lehet kapni olyan kefét, ami körülbelül úgy viselkedik, mint egy hajvasaló, és ugye hő hatására a fizikai kötést változtatja meg a hajban és a szakállban is, és akkor ezáltal formázható. Tavaly nyáron nagyon népszerű volt a szakállviselés, és úgy néz ki, hogy ez a trend még mindig felívelőben van. Változnak egyébként a szakálltrendek? Vannak különböző szakálltrendek. Én azt gondolom, hogy az évszázadok, évezredek óta akár a magyarságban is fellelhető ez a kultúra, ez a trend. Például, hogy korábban beszélgettünk a huszárságról, a magyar bajuszról. Még a 2000-es években a vékony, csíkszerű szakáll, és mostanában ugye ez az egybehagyott, vagy hát hogy mondjam szépen, hát ilyen hipster szakállnak mondják, de én hülyét kapok attól, hogyha valaki engem hipsternek mer nevezni. Én férfi vagyok, nem hipster. Tehát akkor most ezek a tombolnak a nagy, hosszabb szakállak ilyen szép tömött formájú. Természetesen, de azért a szépen formára vágott borosta is nagyon szép tud lenni, és nagyon divatos manapság a férfiak körében, és a nők szívében. És egyébként egy borostát hogyan kell úgy ápolni, hogy ez tényleg úgy jól nézzen ki? Hát szerintem annak az alapja, hogy mondjuk hetente legalább formázza és hosszra vágja az ember, és akkor lehet olyan éles vonalakat, akkor lehet az éles vonalakat, kontúrokat megtartani szépen. Vannak vendégeink, akik hetente érkeznek, vannak, akik két hetente szakállat borostát igazítatni.